emelt ki a bírod. Folyamatban. Fatal error. Ernő, ez a raktapad egy picit pop-up lett, ennek 40 centivel lejjebb kellene lennie. Három nap intenzív esőzés eredményez, sodrásunk is eléggé megnőtt, hisz amikor ugye kitaláltuk, hogy idejövünk, akkor még optimális volt a vízállás. Nem is van, nem horgásztál ilyen szép környezetben, ugye? Az biztos, gyönyörű szép. Kettő botot közvetlenül a sátor mellett, kettőt pedig az azt követő nágynyiladékba fogjuk elhelyezni, hisz látszik más horgász is használja ezt a horgászállást. Bottartója kirügyezett, de mi hoztunk magunknak másikat. A vízállás itt is jól látszik, magasabb a szokásosnál. Ez nem egy távdobó verseny. 5 méterre horgászunk magunktól folyásnak lefele. Felteszem a zsinórsúlyeztőomat is. Szépen lehúzza végig a fenék a zsinort. Ez segít kikerülni a sok vízen úszó gazat, fényállást és egyéb buszadékot. A nap már lebukóban van a túloldat a fák mögött, a táborunk is elkészült, minden felszerelésünk a helyére került, viszont egy megveszkedett kapásunk nem volt még az elmúlt, hát körülbelül 4,5-5 óra hosszában, ami nem is lepődünk meg, hiszen egy keskeny csatornán horgászunk, amelynek a partja egy nagyon laza, tőzeges talajszerkezettel rendelkezik, ami minden egyes apró rezgést, hangot továbbít a víz fele. Nem véletlen egyébként, hogy a táborunkat a megszokottól picivel távolabb helyeztük el a vízparttól, egy olyan 6-8 méterre, hogy az itt tartózkodásunk minél kevesebb zajjal járjon. Ez a varázslatos víz egyébként nem más, mint a Dunavölgyi Öntöző Főcsatorna, ismertebb nevén DVC. Számtalan gyerekkori élmény köt engem ide, a víz nagyon ismert a Amur állományáról, mi is elsősorban ezeket céloznánk most meg, meglátjuk, hogy az előttünk álló két napban mit sikerül ebből produkálni.
megérkezett a túra első hala, már végre az éjszakában nyúlik bele. Szépen lassan fejtem visszafele. Erős húzós kapásra jött és szépen elrohant. Még nem tudjuk, mi az áldozat. Egy szép ponty. Mindjárt leszámítottam, csak erre nem. Nem gondoltam volna, hogy túl első hal egy ponty lesz. Meglepetés bónusz hal. Ennél szerintem lassan meg is elkolhatjuk. Tipikus sötét színű csatornai ponty. Ugye a tiszta vízben igencs a sötét színük van, főleg a hátuknál. Ők így rejtőzködnek. Sajnos itt ez még elég ritka mozzanat. A legtöbb megfogott halat még elviszik, de reméljük, hogy ez a szemlélet is egyre jobban elterjed, és egyre több megfogott hal fogja visszanyerni a szabadságát, úgy, mint ahogy most ő is. Mivel megbeszéltük, ha már ezzel a hallal felrobbantottuk a másik helyünket, lefrissítjük mind a két csalit, hiszen majdnem 12 óra telt el az első kapásig, hajnali 3:30 van, picit megetetjük, és utána várjuk a következő érdeklődőt. Készítettünk Ernővel egy kis ajándék-PVA csomagot a halacsáknak. Csupán néhány szem fermentix bólit tartalmaz. Nekifutunk a lendületes óriási dobásunknak, ami körülbelül 8 méter lesz. És már le is ért. Rendben azt mondja, hogy vízpart, nézzük, a megkarcsony van. Itt a mögöttünk elterülő területen a madarak egész éjjel beszélgetnek. Nem tudom a kamerán keresztül, hogy mennyire hallatszik át, de nagyon kellemes élmény, nagyon jó hallgatni őket, sokkal jobb, mint a város zaját. Ennő, gyere, ez jó lesz. Agresszív kitörései vannak azért. Egy is szép pont.
Nagy ritkaság van a szágotom. Igazi sodrófa. Látszik a szájnysévén, soha nem volt benne horog. Nincs nevesebb. Illetve ha lett volna, és ne sajnos biztos, hogy megfőzték volna. Itt azért átértékelődnek a kapások súlya. Amikor tervezték a horgászúrát, csupán még egy, maximum két kapásra számítottunk. Illetve, ha sikerült halra váltani, az csak egy pozitív élmény. Ehelyett nem horgászunk egészen még 16 órája, és a második gyönyörű pontját tudom a kezembe tartani. Ez, amire soha nem számítottam volna. Ráadásul ugye amúra jöttünk horgászni, ehelyett már van két gyönyörű szép pontjunk. Hát, ugye? Nagy ritkaság ez is. Halak írják a forgatókönyvet helyettünk. Vége a nappali időszaknak. Mindez idáig a jelzőink nem szólaltak meg, de így szugeráltuk is őket, mindent elkövettünk a kapás kicsikarása érdekében. Túránk előtt a vízhőmérséklet 22 Celsius fok volt. Ma már nagy unalmunkba, miközben próbáltuk megfejteni a csatornát, megmértük a vízhőmérsékletet, csak 18,5 fok. Köztudott, ez nem tesz jót az amúrhorgászatnak. Bizakodva várjuk az estét, hát az előző éjszakához hasonlóan ismét kapást töri meg a csendet. Nekem is reggel megérkezett a várt kapásom. Sokat kellett rávárni erre is azért, egész éjszakát, de megérkezett legalább. Nagyon rázza a fejét, szerintem ez ponty. Egy ponty. Talán el is érem. Igen, ebből is látszik, hogy sajnos az amúrok nem látogatják az ötésünket. Én nagyon hiányolok. Minden kapásunk kizárólag pontyok okozzák. Kevés kapásunk van, és az is kizárólag csak is gyönyörű szép csatornai pikkelyes pontyok. Spéci koncsai még rajta van. Felem tisztasz valószínűleg már kicsit megázott és a fárasztás során elhagyta. Végrenkem is összejött, szép ponty, nagyon szép, egészséges, hibátlan. Még horgon garantáltan nem volt, igazi küzdelem. Gyors fotó és engedjük is vissza. Nagyon szép. Bő 3 hét telt el azóta, mióta legutoljára itt horgáztunk Ernővel, akkor amúgy szerettünk volna fogni, de a visszajött víz miatt kizárólag pontyot sikerült.
Ekkor úgy döntöttünk Ernővel, ha körülmények optimálisak lesznek, ismét visszatérünk. Ennek most jött el az ideje. És ha megint csak pont sikerülne, hát jövünk jövőre is. Stratégiánk minimálisan tér el az előzőektől, ugyanúgy használunk teljesavas kukoricabúzát vegyesen etetésre, illetve Ferment X főzött bojlit. Annyiban tér el, hogy most egy kis teljesavas nagyomú retetőanyagot szórunk még a kukorica mellé, hát ha ezt kívánnák meg a halak. Mint látszik, elkezdett sötétedni is. Munka után érkeztünk, táborunk még sehogy nem áll, bele kell húznunk. Tomi, ez a tied! Balos! Megvan! Hiha! Ez le kell mennem. Egy baszélébe. Teljesen nád alatt jön. Nagyon trükkös. Hogy látottam, hogy mi lesz? Hát nem akarom elképzelni, de én úgy gondolom, hogy ez egy szép angol lesz. Hát csak abból is gondolom, mert nagyon hirtelen változott irányokat, hanem tipikus angol mozgása van. Jó, megfontolt módon végzi. Jó, jött ezt fel, látod? Ott jön a szépség. Jó, bizony angol. Nem is az apraják közé. Hoz magával mindenféle földi jót, egy kis ijeszgetés. Csatornázom, most már nem szoktuk elsőre megszákolni. Mindig van egy-két tartalék. Sajnos az elsőt mindig a tanulópénz. Ha ilyenkor megszákoljuk, egy mozdulattal szét tudja rúgni a bojlismerítőt. Ezt szeretnénk elkerülni. Itt is még bőven van tartalék. Lépjél, most itt az amulunk, hát ezért jöttünk. Ahhoz képest elég gyorsan. Nagyon gyorsan. Jó, ami neki ebbeljük-e, nincs parton. Jól látszik, milyen tömérdek mennyiségű húzadék jön közben fentről. Amulunk próbálja mindet egyesével összeszedni. Ilyenkor hasznos az előtér zsinór. Egy fokkal nyugodtabban fárasztok. Ez hatalmas amul. Igazi bónuszhal. Erre még én sem mertem gondolni. És még van trükk. Azért én nem gondoltam, hogy lesz ilyen is. Próbáljuk meg beterelni a merítőbe. Ő még nem úgy gondolja. Ezt a tartós elem van benne. Mert itt a lehetőség. Most emelt ki a virat. Folyamatban. Fatál error. Hatalmas hal. Hatalmas. Csaliból már csak a gumikukorica maradt meg. Ferment X bojlit elhagyta. Lehet, hogy ez várható volt. Milyen szépen akadt a száj szélébe. Talán az amónál a legjobb pozíció, hogy hosszú fárasztásra. Na ez egy 5 m-es minkot a motor. Hajócsavarjába fölér. Gyönyörű szép csatornai amúr. Ez szép hibátlan. Hogy fogjuk meg? Valamit próbáljunk vele kezdeni, minél hamarabb visszakerülhessen. Csak egy viszonyításképpen, nem csak szemből mutat a hal, hát a felől is igen tekintélyes méretekkel rendelkezik. Kevés az amúr, amelyik megfog a hátát, és még a kezedet kicsinek tűnik hozzá. Ennek a halnak eleje van, de hossza az nagyon messze. Nem tudom, hogy egy életem lenni a bomúriát fogom a kezembe, de egy maximum top 2, az biztos. Egy tenyérnyi hátuszonya. Mekkorát küzdött. Nagyon szép. Mérjük is meg szerintem. Mérjük rá. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Van egy szabad kezed? Van. Nem nézek oda, csak mondd meg. Jó. Mennyi a rekordod? 22-38. Tomi, akkor erre iszunk egyet. Mennyi? 22 és fél, kereken. Akkor kicsit dolgozunk rajta. Érzem, hogy nehéz. Nem akarom, hogy egyből elúszson, csak akkor szabad már engedni, amikor biztosan elmegy saját magától. Úgy érzem, most már van benne elég lendület. Elengedem. Mennyi koma. Ott megy lefele egybe szépen, szépen mellett. Tomi, ezt tudod, mit jelent? Sejtem. Nagy pontyok nyomába című sorozat legnagyobb hala. Gratulálok hozzá.
Meg egyéni rekordod is. Igen. Picivel is, de már döntöttük. Nagyon szép volt. És a csatornából. Nemrégen etettem, azért egy ekkora hal már eszik is, és ha nem egyedül úszott, már pedig az amulot nem egyedül szoktak, akkor itt bizony már egy csepp kajának nem szólt, hogy maradjon. Jött egy kis mag is hozzá. Kicsit kisebb, mint az esti, de ennek is örülök. Csatornai húzós kapással elszaladt a végszerek végén a hal. Ugyan, hogy jelentős mennyiségű hínát sikerült is neki összeszedni szélébe. Csali is még ott van a szájába, látszik. Komplett salátabárral jött ki. Élmény lesz kiválogatni tüskös hínárból a pontyot. Meg is keresem a halat. Szép. Mivel itt a... Mondhatjuk most már csodacsainak is. Itt az újabb pontja kezembe. Nő az egyet súly is. Ő is a Fermentis bolyvére érzett meg. Mellettem ül Izák Peti barátom, aki amellett, hogy egy nagyon ígéretes ebéddel készül nekünk, kaptunk tőle egy olyan hasznos információt, amely gyakorlatilag bearanyozta a mi horgásztúránkat. Mi is volt ez, Peti? Közel egy éve kísérletezem Fermentix-es etető anyaggal és főzött pop-up boilival. Mégpedig oly módon, hogy a pop-up boilit bevonom Fermentix-es etető anyaggal, jó pár órát állni hagyom, ilyen kis gombockát gyúrok belőle, és ezáltal a savak, aromák, ízek áthatolnak a kis golyócskánkba. Ezzel a csalival tavalyi és idei évben is nagyon szép halakat fogtam. Érdekessége, hogy nem csak nyáron, hanem késő ősszel is nagyon szép halakat fogtam vele, de hát akkorát, mint te, az még nem sikerült, amihez külön gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Én annyit módosítottam még ezen, hogy mit te csak ezt a pop-up boilival próbáltad. Én megpróbáltam a főzött bevonatos csalizó boilival is, ugyanígy a Fermentix-essel, és úgy néz ki az eredmény, ezzel sem maradt el.
természetes vízen vagyunk, Dunavölgyi öntöző főcsatornán, és hát nem mindennapi látvány, nappali órákban két ponty figyel itt ránk. Hát így van, én régóta horgászom, de ilyenre még soha nem volt példa. Már az éjszakai amúlnál is csak álltunk, mert bámultunk, de ez a folytatás hihetetlen. Nem mindennapi. Ez a horgásztúránk is sajnos véget ért. Én mondhatom Szomi nevében is, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon sok hasznos információra, illetve tapasztalatot tehettünk szert ennyi idő alatt. Örülök neki, hogy sikerült bemutatnunk a csatorna igazi arcát is, hiszen a sok szép ponty mellett, amit megfogtunk, egy fantasztikus rekordméretű amúlisabb ponytmatraca került ideiglenesen. Már csupán a felszerelésünk összepakolása maradt hátra, de hogy még idén ide visszatérünk, az biztos.